A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ebben az évben is a Városháztérre hirdette meg hagyományos agrárpéntek vásárát. Ezen a napon a Városháztér megtelt élettel. A termelői kóstoltatón a kamara meghívására Fejér megyei őstermelők mutatkoztak be a vásárlóknak olyan termékekkel, amelyek a legkényesebb szakmai és vásárlói igényeknek is megfeleltek. Eszendőről eszendőre megszervezzük szeptemberben a kamarának azt az agrár rendezvényét, ahol bemutatkozási lehetőséget adunk az agrárium szereplőinek a lakosság részére, hogy bemutassák a portékáikat, vagy akár a megye szakképző intézményei megmutassák, hogy milyen agráriumhoz kapcsolódó képzéseket nyújtanak. A kamara munkatársai ismét fontos üzenetet fogalmaztak meg azzal, hogy segítettek előtérbe helyezni a tudatos vásárlás fontosságát, a természetes anyagokból készült környezettudatos és fenntarthatóbb mindennapi élet kialakítását elősegítő termékeket, a hazai tervezők munkáit, a magyar termelők finomságait és a fogyatékkal élő emberek által készített minőségi termékeket egyaránt. Azért fontos ez a rendezvény, mert a fogyasztók és a termelők között egy közvetlen kapcsolat, bizalmi kapcsolat épülhet ki ezáltal, és ezt követően is fent tudják tartani ezt az aktív kapcsolatot. A másik fontos rész, hogy itt nem csak termelők árusítanak, hanem lehetőséget kapnak a járókelők, a gyermekek, érdeklődők arra, hogy megismerjék, hogy az agráriumhoz kapcsolódóan milyen szakmák vannak. A vásáron idén is a legkiválóbb minőségű mézek, szörpök, nemes nedük, kivételes ízvilágú lekvárok várták a vendégeket.